Sikerült elvállalni megint egy jó kis munkát, ugye, ami a fő probléma ezzel a kutyával, hogy hát erősen próbálja magát távol tartani tőlem, ugye morog, vicsorog, hozzá nem lehet érni. Nem is fogom megpróbálni, mert amikor hozták a boxba, akkor is ugyanígy viselkedett a kutya. Amit ugye tudunk róla... Jajajaj! Amit tudunk róla, az az, hogy... hogy amikor a gyepmesteri telepen megfogták, akkor is meg kellett őt hurkozni. Az sem tett jót a viselkedésének. Ugye az önmagában egy trauma, amikor meghurkozzák. Ez inkább ilyen távoltartó ugatás, de szerintem, hogyha megpróbálnám megfogni, vagy hozzáérni, akkor biztos megaprítana, és megharapna. Ezen kell javítanunk, hogy egy normális kutya legyen, hozzá lehessen érni. Hát ma meglátjuk, hogy hogy fogunk tudni haladni ezzel a kutyával. A társai azok nem voltak ennyire harapósak, morgósak, de hát azért ők is csattogtattak. Ő elég csúnyán morog. Bobika, maradjál már csöndben, nem te szerepelsz. Úgyhogy ez lesz a jó, ez lesz a munka. Hát először majd fölvarázsoljuk rá a szokásos, elrághatatlan pórászt, hogy valamilyen kontaktot tudjunk teremteni, illetve hogyha meg akar harapni a kutya, akkor ezzel a pórázzal ki lehessen védeni, ez rajta lesz a kutyán 0-24-be. Hát ez még egy jó kis bűvész mutatvány lesz, hogy fölvarázsoljuk rá majd egy nyakörvet, de hát majd ez elválik, hogy ez hogyan sikerül. Az biztos most, hogy hozzá nem lehet nyúlni. Bármit csinálok, akkor kimutatja a foga fehérjét, ugye a kutya. Van neki jó nagy foga fehérje. Hát ilyenkor, amikor így viselkedik egy kutya, ez a talán a legrosszabb, mert ugye ez a félelem, a bizonytalanság, ami van benne, ezt teszi kiszámíthatatlanná. Hát jó sok idő kell szerintem majd, míg elnyerjük a bizalmát, és fölépítünk valami együttműködési hajlamot az emberek iránt. Ez most nem úgy tűnik, hogy ez, ő akarná ezt a házasságot velünk, de hát meglátjuk majd, hogy fog alakulni a történet. Ugye ott már csillapító jelezett egyet a kutya, ez bíztató a későbbiekre nézve, tehát azért az azt mutatja, hogy van benne valamiféle remény, hogy rendbe jöjjön, úgyhogy látok benne fantáziát, azért örökben nem fogom fogadni, mert van saját kutyám, nem egy, nem kettő, de hát majd megpróbáljuk, illetve hát javítunk a viselkedésre. Szia, hello, hello, hello! Jó, szép fogai vannak. Hát nem egy túl öreg kutya, fogaiból következtetve. Hello, bello! Hát nem olyan akarja az én közeledésemet fogadni. Egyelőre nem vagyunk szerelmesek egymásba, de hát majd reméljük, hogy beindul a kémia is, és akkor lesz belőle egy élhető kutya.